Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit Szekszárdon, a Városi Sportcsarnokban, ahol a FIBA női kosárlabda EuroLeague alcsoportjának 14. zárójátéknapján az Atomeromu KSC Szekszárd lengyel BC Polkovice csapatával mérkőzik meg. Ladies and gentlemen, welcome to Szekszárd in the City Arena on the 14th, the last game day of Group A in FIBA Women's EuroLeague regular season on the game between Szekszárd and the Polish team. BC Polkovice. Nézzük elsőként a lengyel csapat játékos keretét, a Cifer, the roster of Polkovice. Ötössel, number 5, Victoria Zasada. 11-essel, number 11, Zala Friskovec. 13-essel, number 14, Elvita Gajda, the captain of the team, azaz a csapatkapitány. 14-essel, 14, Rosana Kuter. 15-essel, 15, Claudia Gercsen. 17-essel, 17, Erika Wheeler. 22-essel, 22, Liliana Kanasek. 25-essel, 25, Artemis Panu. 31-essel, 31, Indra Szabasz-Petien. És 33-assal, 33, Veronika Telenka. Head coach of the team, azaz a csapat vezetőedzője, Karol Kovalevski. Assistant coach, Wojciech Eljas. Fizió, Piotr Zsemovszki. És a csapat menedzser, Tomasz Mirszki. And now let's see the home team's players. Az a csapat az Atomeromu KSC Szekszárd játékos keretében. 5-essel, number 7, Miklós Melinda. 9-essel, Damiens Tudrágyes. 11-essel, number 11, Márnyi Gyurika. 13-assal, csapatkapitány, Bálint Gyurika. 14-essel, Fortin, Mirit Szarák. 20-assal, Atomeromu, Orbán Dóra. 22-essel, Atomeromu, Szásokori. 23-assal, 23, Szilvi Balázs.
szünet után találkozunk ismét itt Szekszárdon. Refelejték már most előre szólok, hogy a héten lesz még hazai mérkőzés, folytatjuk majd a bajnoki sorozat is, méghozzá vasárnap 18 órakor a Ferencot fogadjuk egy tétmérkőzésen, egy rangadón, úgyhogy jöjjenek majd, gyertek ki. Akkor is itt ennek a mai mérkőzésnek tulajdonképpen már nincsen tétje, ugye egyik csapat sem juthat tovább a legjobb négy közé, a Fenerbahce, a Prága, Valencia és a Bruges is már ott van a legjobbak között. Polkovice az ötödik ilyen időzlem és hatvereségből álló mérlekkel, mi pedig ugye a hetedik helyen állunk, három győzelem és 10 vereségből álló mérlekkel, és bízunk benne természetesen, hogy sikerül megszerezni zárásként a negyedik sikerünket, ehhez kell majd az önök támogatása, úgyhogy senki nem kimélje a torkát, és a tenyerét kérkeznek a kezdőötösök a mérkőzés kezdéséhez, Stüler, Mányoki, Miklós, Bálint és Száj alkotja a mi kezdő ötösünket, náluk pedig Friskovec, Gajda, Willer, Spanu és Telenka a kezdő ötösben. Akkor kezdődjön a mérkőzés, gyerünk lányok, veletek vagyunk, szorítunk, hajrá! 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 Thank you.
vendégcsapathoz, ez a Polkovice javának. Megmondtam általán az elején, hogy 89-56 arányban nyertek a Lengyelországon a hazai pályán. Van miért törleszteni, tehát ők jönnek most az alapvonalról. Thank you.
és Budasovár, Linka és Ágica helyére. Gyerünk, lányok! Forward.
No, kezdődjék a második negyed, 5 volt a hátrányom, nagyon kezd dolgozni. Veletik a lányok, gyerünk, gyerünk! Hajrá! Hajrá! Hajrá!
Thank you.
Miskolc félre közé. Gajna, Mányan, Béli, Szukulász, Néven, Nikola, Donosová. És akkor utána lesz majd a csere, felénkbe készülődik állni.
2 és fél perc van vissza, 6 pontos a Mátrányon, 36-42.
58.6 másodperc van vissza. 58.6 left from the first half. És a lengyelek jöhetnek, jó lenne kivédekezni ezt, és utána még dobni egy kosarat, faragni még egy picit ebből a négy pontos hátrányból. Gyerünk, lányok! Két turbinát hajtunk. A forgó
szoftver segítségével a generátorok áramot termelnek, amit az országos villamos hálózatok táplálnak be, és így lesz az otthonunkban áram. Ez az úgynevezett nyomocvizes reaktor típus a legelterjedtebb reaktor. Üzemeltetésének stabilitását és biztonságát a képzett és tapasztalt szakemberek mellett a kedvező őszabályozó tulajdonságot, valamint a hazai és nemzetközi előnyök csak is garantálják. A biztonságos és környezetkímélő működéshez sok szakmai együttműködésére van szükség. A radioaktív anyagok környezetbe kerülését egy hatékony technológiai gát akadályozza meg. A legfontosabb épületek földrengés is állóak. Az erőmű légtérvédelméről a Magyar Honvédség gondoskodik. Az informatikai és irányítás technikai rendszerek külső hálózatokból nem elérhetőek, kényelmi státok. Szükség esetén a biztonsági dízelgenerátorok szolgáltatják a folyamatos áramellátást. A maximális biztonságot pedig saját tűzoltóság és speciális eszközpark garantálja. Az elhasznált üzemanyag átmeneti tárolása az erőmű melletti telephelyen hosszú távon biztonságosan megoldható. Az erőművön keletkező radioaktív hulladékok biztonságos kezelése érdekében a kis és közepes aktivitású hulladékokat a bátalpátikon üzemelő végleges tárolóba fogadtuk. Az erőművön dolgozó sugárvédelme és orvosi ellenőrzése a legmodernebb eszközökkel és eljárásokkal biztosított. A környéken élő lakosság havonta részletes tájékoztatást kap a környezetállapotokról.
és fél perc. És jön a folytatás, úgyhogy mindenki készítse a torkát és a fenerét, többet kérdezték tőle, mint a fél időben is, hogy hogyan alakulnak a dobó százalékok. És mondom gyorsan, azt mondjuk hazai oldalon a mezőnyi kosarak összességében nálunk 30-ból 15, az 50 százalék, ha csak a ketteseket nézzük, 20 kísérletünkből 11 volt jó, az 55 százalék, és 10-ből 4 tripla, az 40 százalék, és mind a 8 büntetőket értékes. Volt 11 lepattanónk, az nem olyan nagyon sok, 4-et szerzett abból a Sárika, és 13 asszisztunk, a legtöbbet 5-öt Nikola Budasová osztotta ki. A másik oldalon ugyanezek a számok, 32 mezőnykísérlet, abból 18 volt jó, az 56,25%-os eredményesség, 16-ból 11 dupla, 68,75%, és 16-ból 7 tripla, az 43,75%, ami ugye kiemelkedik, hogy Claudia Gelcsen 4-ből 3-at bedobott, 75%-kal dobta a triplákat, és 6-ból 5 büntetőt értékesített a Polkovice, aki összességében 7-tel több lepattanót tudhat magának, 18-at gyűjtöttek. A legjobb lepattanózó Liliana Vanasak, aki 5 lecsorgó labdát gyűjtött be, és ők több asszisztot is, 4-tel többet, 17-et osztottak ki. Ebből egymaga hetet vállalt rendelik a vágyát. Nos, ezek voltak a legfontosabb számadatok az első fél időt illetően. A különbség pedig ott van a táblán 42-48, viszont ledolgozható ez a 6 pontos hátrány, és ezért jöttünk mi, hogy szorítsuk a csapatnak és szurkoljunk az a 2022-23-as EuroLeague idény záró mérkőzésének számunkra. Ez a vége, ez a zárás, ugye a 7. helyen végzünk a csoportunkban. Jöjjön át a folytatás, gyerünk lányok, hajrá! Egy picit hangosan, gyerünk, hajrá! Thank you.
Thank you.
Zalatiskovac kosarajó, és kiharcol még egy személyi pályát, amit már ütövetett keletőnek ez a negyedik falcsa. Zalatiskovac 18. pontja, különböző megeredményes a keletőnek. Volt ott két néző, akik hát kérjük szépen, hogy legyenek vagy kedvesek rendben viselkedni. Which those guys? Kérjük szépen a biztonsági őröket, azt a két embert ki kellene kísérni onnét. Mindkettőt, igen. Köszönjük szépen. Négy perc, 9 másodperc van még a harmadik negyedből.
kibaszott 15 pontos hátrányban, mint be. Szorítsunk szurkai kocsátra, gyerünk lányok! Thank you.
tizedik pontja.
Úgy van, hajrá Szekszárd, mert veletek vagyunk még 6-10 perc a meccsből, a hátrányunk 12 volt. Gyerünk! Hajrá! 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 Thank you.
6.37 van hátra lévő idő, kerek 10-zel vezet a Polkovice, még ledolgozható a hátrány. Szekszárd időkérés, Tajnalszor Szekszárd. Thank you.
és cseréljünk mi is jön. Két fiatal játékosunk, Szűzbléki és Orbán Dóri. Gyerünk már! Sok 20 másodperc jön a mérkőzésen, azt gondolom, hogy a tapsok megérve lehetne állni, küzdöttek, amíg elindulta, többségből érezve az idei szezonban, ezt adta a Jóisten nekünk végül is, 3 győzelemmel és 11 vereséggel zárjuk. A második EuroLeague idényünket, congratulations for winning to Polkowice, akik pedig ugye a 8. győzelmüket könyvelhették el.
és 86-as mutatóval zárják az 5. helyen a tabellát. Önöknek pedig nagyon szépen köszönjük, hogy szerda este is kilátogattak ide a szekszárdi városi sportcsarnokban, és ne felejtjék, hogy a magyar bajnokságban folytatódik a küzdelem, és egy ennél sokkal fontosabb mérkőzés jön majd vasárnap 18 órakor. Várunk mindenki sok szeretettel, és akkor még nagyobb buzdításra lesz majd szükség, hogy begyűjtsük a győzelmet a Pécs ellen. Köszönjük, hogy ma este itt voltak, hogy itt voltak velünk, és reméljük, hogy a Jóisten úgy adja, hogy lesz majd jövőre is nemzetközi kupai mérkőzés. Ajándékok vannak ebben a csomagban, hamarosan tudjuk majd, hogy ki lesz.